hogy fáj a fejem, rosszul vagyok. Hány ingerem van? Oké, Andris, de mennyit fogytál? Viszont, ami nagyon durva volt, úristen, hogy Meki, ami nálam heti kétszer biztos, hogy szerepelt az étlapon. Nyáron minden nap ettem csokit. Nem, Andris, nincs ilyen opció, hogy nincs kedved, mész. Az edzés, a drogom. Mindig fáradt voltam. Nincs kedvem. És ha én megcsináltam, akkor te is megtudod, hogy azt csináld, amit szeretnél és amit érzel, és hogyha lelkileg még nem vagy készen rá, hogy elkezdj egy egészséges életmódot, akkor semmiképp ne tedd meg. Sziasztok! Na, a mai videó szerintem egy olyan videó lesz, amit egészen sokan vártatok, ebben biztos vagyok, és én is nagyon-nagyon vártam már, hogy leteljen ez az egy hónap, és be tudjak nektek számolni arról, hogy hogy érzem magamat, mi változott, mennyit tudtam esetleg fogyni, nem esetleg, hanem nyilván ez a cél, de nem az elsődleges. Aki nem tudna esetleg, az vissza tudja nézni az előző videóimat, sok videóban beszéltem már erről, viszont egy életmódváltáson megyek keresztül. Magamtól fogok beszélni nektek erről az egészről, ez egy hónapról, hogy hogy éltem meg. A gondolatok, amik magamtól eszembe jutnak, nem írtam egyébként össze, hogy mit szeretnék mondani. Szóval őszinte leszek, most mondhatnám azt, hogy rohadt nehéz volt, nagyon, alig bírtam kitartani, nagyon nehéz volt ez az első hónap, stb., de nem, valamiért nem ezt érzem. Nem tudom, hogy mi miatt. Szeptember 1-től kezdve, ugye amit le is blogoltam nektek, attól a naptól kezdve így valami átkattant a fejembe, és már annyira az első héten éreztem a változásokat pozitív irányba, hogy egyszerűen nem tudott elmenni a kedvem tőle, és ez a mai napig lekopogom. De ez a mai napig kitart. Legelőször azt vettem észre egyébként, ugye az életmódváltásomba beletartozik az, hogy időben kelek fel. Ami nálam azt jelenti, hogy mondjuk ilyen 9 és 10 óra között már mindenképpen ébren vagyok legkésőbb. És na ez egy óriási segítség volt számomra. Szóval én egész nyáron kb. Délbe keltem, vagy ha nem később. Annyival produktívabb tudok lenni, hogy azt elképesztő, szóval még én sem gondoltam volna. A videók mennyiségéből is láthatjátok egyébként, hogy sokkal több videóm van, tehát hogy a heti 3 videót ezt mindenképpen próbálom tartani, és eddig maximum több lett, kevesebb nem. Szóval a heti 3 videót mindig tudom tartani, és ez nagyon nagy szó nálam, ez azt jelenti, hogy hétfőtől péntekig én a videókon dolgozom folyamatosan, és ez nagyon-nagyon jó érzés számomra, hogy ezt tudom tartani, és emiatt tök büszke vagyok magamra, mert nyáron tudhatjátok, hogy hetente egy, de volt, hogy nem is volt videó egy héten, szóval, hogy mondjuk a két heti egy videó az meg kb. Semmi. És nagyon be tudtam így iktatni ezt a hétköznap-hétvége rendszert, hogy hétköznap veszem fel a videóimat mindenképpen, hétvégére maximum szombatra marad egy kis vágás, amit vasárnap vagy hétfőn teszek ki videót. Ennek tök örülök, hogy ebben ilyen motivált lettem az egy hónap alatt. Illetve a barátaim tudják, ez a második dolog, amit észrevettem, a barátaim tudják rólam, hogy én folyamatosan azt mondom, csak így random megszólalok egy beszélgetés közben, hogy fáj a fejem. Rosszul vagyok. Hány ingerem van? És ezeket így folyamatosan mondtam, és ez nem egy ilyen felszínes dolog volt, hogy ma Istenem, az Andrisnak hány ingere van, hanem tényleg folyamatosan rosszul voltam, folyamatosan rossz volt a közérzetem, meg ilyenek, és ez borzasztó. Tehát, hogy képzeljétek el, hogy úgy élsz, hogy mit tudom én, délután 3-kor random hány ingered van, és nem úgy veszed ezt észre, hogy úristen, hány ingerem van, most valami bajom van, vagy ilyenek, hanem ez egy ilyen mindennapos dolog, és ez nyilvánvaló, de most én utólag jöttem rá, hogy ez teljes mértékben csak az, hogy hogy éltem, vagy hogy mi volt nálam a rendszer, hogy kb. Így semmi. Amióta viszont normálisan étkezem, mindig tudom, hogy mikor mit eszem, ez nem egy ilyen nagyon szigorú dolog, de próbálom betartani azért az alap dolgokat, és így, hogy egészségesebb dolgokat eszem, amiket könnyebben emészt meg a szervezetem, meg amire nagyon odafigyelek, hogy estére ne terheljen meg a gyomromat, és ne úgy keljek föl reggel, hogy nincs kedvem élni kb., mert már úgy kellek, hogy fáj a hasam, és ezek nem olyan dolgok, amiket így most állok ki, hanem ezek tényleg valós dolgok voltak, hogy nekem például én minden második nyári napon úgy keltem föl, hogy fáj a hasam. Mióta elkezdtem ezt az egészet, és hogy este nem eszem nehéz kaját, vagyis olyat eszem, amit könnyen megemészt a gyomrom, és jól alszom tőle azóta, ez sosincs, és ez nagyon-nagyon jó. Felmerülhet bennetek a kérdés, hogy oké, Andris, de mennyit fogytál? Ezt elmondom nektek, egyébként ezt edzéssel és étrenddel értem el. Az
Az étrendem egyébként nem túl szigorú, és én találtam ki. Szóval, hogy nem eszem cukrot, nem eszem cukrot, tényleg egyáltalán nem. Nyilván gyümölcs cukrot igen, ami a gyümölcsökben van, mert gyümölcsöt eszem, de semmi olyat, amiben én hozzáadott cukor van, olyat nem eszem. 7 kilót fogytam le egyébként. Nem tudom, hogy ezt most így látjátok-e. Én látom az arcomon mindenképpen. A hasam mindig is olyan volt, hogy onnan nagyon nehezen indul meg. Viszont, ami nagyon durva volt, úristen, feljött rám egy olyan nadrág a Pull&Bear-ben, ami egy számmal kisebb volt, mint az amúgy a méretem, amit hordok. És ez annyira jó érzés volt, egyébként nem vettem meg, mert annyira nem tetszett, de már egy mekkora haladás, hogy feljött rám az a nadrág. Aznap nagyon motivált is voltam így edzésterén, hogy úristen, már jönnek az eredmények. Szóval igen, 7 kilótól sikerült megszabadulnom. Szerintem ez egy picit sok. Most ezt nem ilyen izén mondom, hogy jaj, túl sokat fogytam, hanem úgy mondom, hogy 4 hét volt ez, ugye, és 7 kiló az kb. Így kicsit kevesebb, mint 2 kiló egy héten. Sok szerintem, szóval nem szerettem volna ilyen mértékben fogyni így első körben, de igazából nem bánom nyilván. Szóval ezt mondtam nektek, hogy én olyan vagyok, hogy vagy nagyon odafigyelek, kitartok és mindent betartok és vagy semmit. És megint az első fordult elő, mert ugye éreztem, hogy ezt kell csinálnom, és egyébként ezt tudom, hogy volt kérdés, de akkor már most megválaszolom, hogy egyszer sem csaltam. Szóval, hogy nem ettem olyat, amit nem kellett volna, ha jól emlékszem. Vagy hát ilyen olyat ettem, hogy rántott csirkemell, de most az csalás. Jó, az igen, jó, kicsit csalás. De ilyet ettem, de olyat mondjuk, hogy Meki, ami nálam heti kétszer biztos, hogy szerepelt az étlapon, olyat nem ettem, meg ilyen gyors kajákat, csokit, egyáltalán. Pedig én nagyon édes szájú vagyok, és nem tudom, most ez durva kimondani, de nyáron minden nap ettem csokit szerintem, vagy fagyit, vagy valami édességet. És ezt szeptemberben egyáltalán nem. Na, térjünk rá az edzésre, most a kajáról beszéltem már eleget. Nem mondom, hogy mindig van kedvem menni, de amikor nincs kedvem menni, akkor bekapcsolnálom ez a, hogy mondjam, robotüzemmód, hogy egyből, tehát hogy nem gondolkodok, hogy nem, Andris, nincs ilyen opció, hogy nincs kedved, mész. Úgy edzek egyébként, hogy heti 4-5 napot, valamikor a pénteket már nem edzem. Hogyha nagyon nincs kedvem, akkor pénteken néha el szoktam engedni. Volt olyan, hogy szerdán nem mentem, de a heti 4 alkalom az mindig meg szokott lenni. Szombat-vasárnap egyáltalán nem járok, szerintem az beteg lenne, ha akkor is mennék, és szerintem elveszteném a kedvemet. Tök jól kialakult ezáltal, hogy hétfőtől péntekig edzem, hogy így úgy alakítom a napomat, hogy nem az van, hogy még van időm videózni, még van időm felvenni ezt a videót, van időm, nem tudom, megszerkeszteni, stb. Itt az egész nap, és hirtelen már este 6 van, és nem csináltam semmit, mert az edzéshez mindig így alakítanom kell, és akkor már reggel úgy kelek fel, hogy tudom, hogy az edzés az 2 órát elvesz a napomból, vagy másfelet, így beosztom a napomat, hogy mikor edzem, mikor videózok, stb. És így és sokkal produktívabb tudok lenni, és ez zseniális. Szóval az edzés még ebben is segített, hogy van egy dolog, amihez viszonyítanom kell. Ahogy mondtam, nem mondom, hogy mindig van kedvem menni, mert hazudnék. A kaját egyébként jobban betartom, a kaját könnyebben betartom, mert az edzést is betartottam, csak könnyebben betartom, mint az edzést. Sosem leszek az az ember, de hát ezt tudtuk, sosem leszek az az ember, aki nagyon szívesen jár edzeni, és úristen, az edzés a drogom. Szóval soha nem leszek ez az ember, és nem is ez a cél igazándiból, nem ezt vártam. Futógépen, ezt már mondtam az egyik videómban, most remeg a szemem. Futógépen egyébként nagyon-nagyon szeretek lenni. Ez nem tudom, hogy miért van, de ugye ott van előttem a képernyő, és bedugok egy fülhallgatót, és meg tudom nyitni a futógépen a YouTube-ot, és tudom nézni, tudok videókat nézni, zenét hallgatni, stb. És el is felejtem, hogy mit csinálok, mintha itthon YouTube-ot néznék, vagy ilyenek. Szóval, hogy elfelejtem, hogy közben egyébként én futok, és hogy ez megterhelő számomra, mert annyira lekötnek a videók, meg a zenék, amiket hallgatok közben, szóval ez zseniális, ezt szeretem. Hát, ilyen felülés, googolás, ezek a gyakorlatok továbbra sem nyilván nem a kedvenceim, meg nincs kedvem soha csinálni, de ha muszáj, akkor nem, nyilván nem muszáj, ezt én döntöttem így, de ezért meg is szoktam csinálni. Aztán, ami még hihetetlen nagy változás nálam, és ez is már tudom, hogy teljes mértékben 100%-ig az életmódomnak volt köszönhető, mindig fáradt voltam. Programoztam, bármit csináltam mondjuk a barátaimmal, ez nem tudom, miért került a kezembe. 4 óra körül már azt hiszem, hogy fáradt vagyok, nincs kedvem semmihez,
És ez, én nem gondoltam volna, hogy ez el tud múlni, de így elmúlt. Szeptember 2-án, gyerekek, én ezt már nem éreztem. És azóta is tart, hogy azért tudok ennyire produktív lenni, azért tudok ennyi videót feltölteni, meg ilyenek, mert nem fáradok el, és nincs bennem az, hogy nincs kedvem. Hogy nyilván vannak ilyen napok, amikor azt érzem, hogy nincs kedvem semmihez, és mindent leszarok. De az nem azért van, mert fáradt vagyok, hanem mert nem tudom, ilyen hangulatom. Szóval ez zseniális, hogy ez elmúlt, és már nincs is bennem az az érzés, hogy de kívánok egy mekit, mert az jut eszembe, hogy hiába kívánom, tudom, hogy utána hogy fogom érezni magam. Szóval, hogy utána úgy érzem magam, hogy ilyen nincs kedvem semmihez, elfáradtam, szétfeszül a gyomrom a kajától, szóval, és ezek borzasztóak, nem alszom jól egy meki után, stb. És ez már a fejemben, és ezért nagyon hálás vagyok, hogy ez így átalakult, mert ez nagyon-nagyon sokat segít, ez már a fejemben előbbrébb való, hogy utána hogy fogom érezni magam, mint az aktuális dolog, hogy én mennyire kívánom a mekis kaját. És ez tényleg nagyon hálás vagyok ezért, hogy ez át tudott alakulni a fejemben, szerintem ez most van így először az életemben, hogy ez így megtörtént, és nem az van, hogy sóvárgok, aztán maximum lemondok, vagy hogyha nem vagyok elég erős, vagy kitartó, akkor meg megeszem. És ez teljes mértékben megváltozott most, és ez ennek tényleg nagyon-nagyon örülök. Jó, szerintem úgy alapjáraton mindent elmondtam, ami így magamtól eszembe jutott ezzel az egy hónappal kapcsolatban. Na jó, biztos van olyan dolog egyébként, amit kihagytam, vagy nem említettem, de szerintem a főbb lényegibb dolgokat, amiket el szerettem volna amiket el szerettem volna mondani, azokat elmondtam. Remélem, hogy tetszett nektek ez a videó, és még egyszer el szeretném mondani, de nagyon sokszor hangsúlyozom, hogy ez nem egy olyan videó, amivel én rád szeretnék szólni semmiképpen, hogy te kezd el az egészséges életmódot, és ha én megcsináltam, akkor te is meg tudod. Továbbra sem ez az ember vagyok, pontosan azt csináld, amit te szeretnél, ahogyha téged azt tesz boldoggá, hogy nem tudom, heti 4-szer megkiteszel, egészséges keretek között, de hogy nyugodtan tedd meg, tehát hogy most nyilván egy nagyon szélsőséges példát mondtam, de ebből az a lényeg, hogy azt csináld, amit szeretnél és amit érzel, és hogyha lelkileg még nem vagy készen rá, hogy elkezdj egy egészséges életmódot, akkor semmiképp ne tedd meg. Nem ez az ember szeretnék lenni továbbra sem, én csak elmondtam az én tapasztalataimat, hogy én hogy érzem most magam, úgyhogy igen, köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót. Kérlek iratkozzatok fel, hogy legyünk minél többen, és a csengőt is nyomjátok meg, hogy mindig kapjatok értesítést a videóimról. Instagramon is tudtok követni egyébként, hogyha szeretnétek, akkor mindenképp kövessetek be, mert itt vagyok a legaktívabb. Lájkoljátok a videót, hogyha tetszett. Köszönöm szépen, hogy megnéztetek. Találkozunk valamikor. Sziasztok!